Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit napi gyakorlatunkon. Recitáljuk el az óm-nám mantrát közösen hétszer. Oh. Köszönöm szépen! Mondjon gyorsan valaki egy számot 1 és 208 között. 20. 25-ös. Mágyó Zemmester kóanyjainak az egyike, a tudat a budha. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Mágyó Zemmestert, mi a budha? A tudat a budha, válaszolta Mágyó. Kérdések. Mi a budha? Mi a tudat? A tudat és a budha azonos vagy különböző? kommentár. Nincs mágyó, nincs szerzetes, nincs butha, nincs tudat. Akkor mi van? Látod az eget? Látod a fát? Már érted? Tégy félre mindent. A 26-os pedig az Ikerko anyja. Ilyen ritkán van, de most az. Nincs tudat, nincs butha. Egyszer egy szerzetes megkérdezte Mágyó mestert, mi a butha? Nincs tudat, nincs butha, válaszolta Mágyó. Kérdések. Nincs tudat, nincs budha. Ez mit jelent? Ha megtapasztalod a nincs tudat, nincs budha állapotot, utána mi van? Hol hibázott mágyó? Kommentár. A sziklákat nem érdekli a butha vagy a tudat. A fának nincs szüksége az igazságra vagy a helyes útra, csak működnek és azzá válnak. A legenda szerint, amikor a szerzetesek a második kóant hallották, akkor visszakérdeztek az elsőre. Mester, mester, de hát pár hónapja azt mondta, hogy a tudat a buddha. Akkor most miért mondta azt, hogy nincs tudat, nincs budha. Azt mondta erre Mágyó. Azért mondtam azt, hogy a tudat a hogy a gyermekek ne sírjanak. Nagyon érdekes ez a világ, a hatodik pátriárka tanításának a csúcsán azt mondta, hogy eredetileg semmi sincs. Minden olyan tanítást, amely az ürességet közvetlen fogalmakba akarja önteni, nagyon óvatosan és ritkán idézek itt nyugaton, mert a legkevesebb, hogy a nyugati intellektus nihilizmusba csúszik. Ha megértjük azt, hogy eredetileg még semmi sincs, az eredeti tudat a semmi és a valami előtt van, akkor járunk a helyes úton. Májó mester ezért mondta a felnőtt verzióban, hogy nincs tudat, nincs budha. Nincs én, és nincs nem én. Semmiféle dualitás nem létezik, pedig az ember nagyon szeretné, hogy abszolút dualitásaink legyenek. Minden, ami kettősség, az teremtett. Ezért nem az abszolút. Amit keresünk, az nem illethető sem névvel, sem formával, nem tudható, csak tapasztalható, érzékszerveken fölül áll, de mégis minden érzékszervében jelen van. Több ezer éve nyüglődünk mi, emberiség, hogy valami értelmet adjunk ennek az egésznek, amit itt csinálunk, láthatóan nem sok siker rá. Az az érdekes, hogy amíg nem találjuk meg, a lényeget, amely túl van életen és halálon, addig sem az életnek, sem a halálnak nincs értelme számunkra, hanem valamilyen pótcselekvés halmazzal próbáljuk meg lefedni ezt a problémát. Amikor teszel valamit, mi helyett teszed? Vagy pont azért csinálod azt, amit mert azt szeretnéd? Nézd meg az eredményt. Ahogy a kommentárban hallottad, a szikláknak és a fáknak nincs szüksége buthára a tudatra az emmesterre. Az úttá válnak. A természet végtelen intelligens működését az ember a saját elméjével teljesen nem foghatja fel. Azzá kell válnunk, hogyha egészek akarunk lenni, ahogy a vízcsepp visszaérkezik az óceánba, és az óceánná válik. És ezért a nem gondolkodásnak, a nem fogalminak, a nem tudhatónak sokkal nagyobb jelentősége van, mint annak, amit éppen tudhatsz, magyarázhatsz, modellezhetsz, érthetsz, de ez már valami keletkezett. Ez már valami mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen. A lényeg az eredeti, tiszta, önvaló tapasztalata. Semmilyen duális minőséggel nem rendelkezik. Nem tökéletes vagy tökéletlen, nem ez vagy az, nem jó vagy rossz, semmiféle ember alkotta, ember által érzékelt minőség nem jellemző rá. És mégis ez az, ami benned lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, és legfőképpen kimondja azt, hogy én. Azzal, hogy kimondtuk, hogy én, tudatossá váltunk részben. De nem egészben. Az én tudat egy olyan fogalom, egy olyan látásmód, amelyet nem lehet az édenkert palackjába visszagyömöszölni. Nem is szabad. Amennyiben megismerjük ezt az ént, annyiban élünk tisztán, amennyiben nem ismerjük ezt az ént, és elborítják téves nézeteink, Annyiban élünk harag, kabzsiság, szenvedés és szenvedtetés közepette. Tehát furcsa módon az önismered veled kezdődik, a pároddal folytatódik, a családban teljesedik ki, a csoportban nagyon jó gyakorolható és finomítható, és a világ tapasztalatával nyeri el teljességét. Belenézel egy tükörbe, és látod a saját arcodat. Utána látod a hátteret. Látod a teljes szobát, és a nagyon nagy tükörben, a házon kívülről már az egész birtokot, és egy akkora tükröd van, mint a világ, akkor abban a világot is látod. De közben nem veszíted el a saját arcodat. A zen egy nagyon érdekes képződménye az indiai gyána iskoláknak, a taoista-konfucianista kultúrának, amely fogadta Kínában. Majd Koreában, majd Japánban. Elért Nyugatra több évtizeddel ezelőtt, és itt is elindult azon a szellemi evolúciós úton, melynek mindannyian részei vagyunk, ti is. Ha egy napra, akkor csak annyira, ha egy évre, akkor annyira, ha egy évtizedre, vagy egy életre, akkor pedig annyira, ez a te választásod. Az út mindig előtted van, de soha sem hív. Te érzed, hogy rá kell lépni. A templom, mint gyakorló hely rendelkezésedre áll, de senki sem mondja, hogy gyere ide. Neked kell dönteni. És ma már nyertetek annyi tapasztalatot, hogy kérdezhessetek, és hogyha segíthetek, akkor az utatokon egyenesebben tudtok menni. Kinek van tehát kérdése? Azt szeretném megkérdezni, hogy mitől függ az, hogy valaki eljut a helyes tanításhoz? Öt dologta. Egy, emberi testben kell születni. Meg kell találni a tanítót, gyakorolni kell a tant, el kell érni a felébredést, és helyesen kell tudni használni. Tehát ez a tíz nagy fogadalomból az az öt, amely most ideillik többféle akadály merülhet föl. ez de nem arra a helyre, ahonnan ebben az életben elérhetnéd a tant. Döbbenetes volt azt látni, hogy Koreában mi ott gyakoroltunk a Szőuli a templomban úgy, hogy egyikünk 8, a másik 14 ezer kilométert utazott, és tőlünk 300 méterre ott voltak olyan emberek, akik évente egyszer butha szilinapjakor mentek fel a templomba körülnézni meg vásárolni, és utána pedig szerbusz. Pedig gondolnád, hogy ez olyan kincs és fantasztikus, és mindent megtesznek, és a többi nem. Hát születsz, és emberi testben, de nem találsz rá a tanra. Vannak, akik eljutnak a templomba, de megállnak a szociális résznél, hogy a barátom is ott van, meg a barátnőm is ott van, meg a szomszédom is ott van, és együtt éneklünk, együtt egy picit gondozzuk a templom virágait, teszünk adományt a persejbe, köszönünk a szerzetesnek, és megyünk haza. Tehát tanítást azt nem kaptak. Van, aki kapja a tanítást, de megáll félúton, és nem realizál semmit. Se kis felébredést, se nagyot. És akkor szükségszerűen visszahullik valami egyébbe, valami másfélébe, amely nem baj, de ha te kitűzted magadnak, hogy eléred a megvilágosodást, akkor ne alkudjál meg. Akkor ne helyettesíts be oda semmit, mert az nem az. És a legfájóbb az, amikor látod azt, hogy bizony felébredett a tudat, meghaladta önmagát, viszont egy újabb önmagának használja föl. Tehát egy frissített ego 2.0-át hozott létre, amely okosabb, ügyesebb, agresszívabb, mindent jobban csinál, és az én képét is jobban teremti újra. És nagyon-nagyon világosan lát. De csak önmagának használja föl. Úgyhogy ez az öt feltétel van, és jó, hogyha ezeket teljesítjük. Elmondok még egyéb akadályokat, amelyekben magatokra ismerhettek. Az egyik a félelem. Egyszerűen megmagyarázhatatlanul elkezdesz félni attól, hogy te mondjuk elkezd gyakorolni, belenézel a lelked mélybe, és nem tudod, hogy mitől félsz, csak félsz. A másik ilyen akadály az elme fényessége, okossága. Ezt úgy tudod magadban észrevenni, hogy én már tudom. Nekem nem magyarázzon senki. Én már tudom, sőt, jobban tudom, mint a tanító. És akkor az elmének az önpusztító fényessége az egy olyan terméketlen okosságba megy át, amely csak katasztrófához vezethet. Miért? Mert válsághelyzetben, hadsárban. Ott és csak ott. A harmadik ilyen egy olyan karmikus akadály, amelynek mondjuk a gyökere nagyon régen már ott van a tudatban, de pont akkor érvényesül váratlanul, amikor te el szeretnél menni az első oldalra, és akkor hirtelen balesetet szenvedsz. És mi történik? összefüggésbe hozod a balesetet és a templomba jövés szándékát, és azt mondod, ez egy rossz gondolat volt, mert belém jöttek úgy, hogy a jobbkész szabályt nem adták meg, és biztos, hogy ez azért volt, mert én erre jöttem, a templom felé jöttem, és az én karmám itt most nem jó. De ez azért nem jó, mert ezt a döntést hoztam. Bizony. Tehát ilyenkor az ember elborítja magát a téves nézetekre alapozott félkész magyarázatokkal, és hogyha kicsit kiebb tágítaná a kört, és még jobban látná, akkor akadálynak látná, és nem pusztán figyelmeztetésnek. Miért? Az akadályokat onnan ismered meg, hogy épp akkor nem tudsz tovább haladni a megkezdett irányban. Megállít, megnehezít valamit. És ilyenkor meg kellene nézni, hogy mi vár a túloldalon. Ha leküzdöm az akadályt, mi lesz? Hová jutok? A következő ellenőrző kérdés, ha leküzdöm az akadályt, kivé válok? Hiszen megváltozom, mert az akadály leküzdése előtti önmagam, és az az utáni önmagam különbözik. Kivé válok ezáltal. És a kettőből nagyon jól lehet látni, hogy most figyelmeztetést kaptam, hogy Úristen, gondold át, nehogy ezzé válj, nehogy elérd, vagy pedig fordítva, tesztel az univerzum, és le kell vágni a sárkány mind a hét fejét, és átlépni az akadályt, és bejutni a palotába, és eljutni a toronyszobába, mert ott van a királylány. Úgyhogy ezeket nagyon tisztán kell látni, hogy az akadályok azok megfelelő módon érvényesüljenek, és a figyelmeztetést annak lásd, a tiltást annak lásd, viszont a tesztet és a próbát is annak lásd, ami. Ez a belső akadályokra is vonatkozik. Leősz meditálni, és néha akkor átcsap a karmád, hogy egyik halántékodon be, másikon ki, és fáj. És azt hiszed, hogy ez attól van, hogy meditálsz. És nem. Ez a karma már ott volt benne, csak most mozdult meg. Tehát ha nem azonosítod a kórházat a betegséggel, akkor esélyed van, hogy meg is gyógyulsz. Ha nem, akkor harcolsz az orvossal. Egyéb kérdés? Hallottam tőle, hogy akkor kell idejönni, amikor a sárkány repülni akar. Most az enyém az repülni akart, és idejöttem, idehozott. Viszont én függő vagyok, és az élet minden területén használom a függőségem. Használtam a meditációban, a végén, az utolsó ülésnél, már nem magamért csináltam, hanem hogy ne mozduljak meg, hogy ne zavarjam a többieket. Viszont nagyon fájt már mindenem, hogy meddig feszíthetem a határt. Ezt pontosan érzed, van egy olyan fázis, amikor az elméd még döntésképes, hogy fájjak-e még vagy sem, és van, amikor a test kirúgja a sámlit a gondolkodás alól, és akkor már meg kell mozdulni. Az az előtti másodpercben tudatosan változtatni kell a tartáson. Hát azzal te nem segítesz senkin, hogy sántikálva mész haza. Azzal segítesz bárkin, hogy a tudatod tisztább lesz. Helyesebb önképpel bírsz kevesebb téves nézettel bírsz. Jó? Egyelőre ne fűz semmilyen gondolatot a praxishoz, csak tedd. A négy bóthiszatva fogadalom, mely minden gyakorlatunk után elhangzik, az bőven elég ahhoz, hogy ez a gyakorlat, amelyet végzünk, irányba álljon. És jó hírem van, mindenki függő. Ha nem jöttél rá, akkor is. Oxigén függő, étel függő, italfüggő, szeretetfüggő, térfüggő, időfüggő, kapcsolatfüggő, soroljam? És igen, én is függő vagyok, buddha függő, dharma függő, függő, és még számos egyéb ilyen apróság függő, amit én boldogan viselek. Azzal, hogy te megszülettél, függésbe kerültél aputól, anyutól, nagypapától, nagymamától, tesótól, hugitól, soroljam? kutyától, macskától. De te választod meg egy idő után a függésedet, hogy kitől és mitől szeretnél függeni, például az ilyen sarkalatos választás, az a párválasztás. Kivel szeretnék kölcsönös függő viszonyt kialakítani? És milyen áron? Mivé válik ő mellettem, én kivé válok ő mellette. És akkor látod, hogy a függő viszonyok elengedhetetlenek, és ha nem így látjuk, akkor valamit nem veszünk észre. Ha tudatosan választod meg a függést, akkor tudatosan alakíthatod ezt, és valamennyire ura vagy, rossz napokat kivéve ura vagy. Ha nem, akkor a függő viszonyok találnak meg téged. Honnan látod ezt? Azzal az önfelmentő mondattal igyeksz élni, hogy nem tehettem mást. Hogy nekem ez jutott. Ez dobta a gép. Úgyhogy mindenki tudatosan teremtse meg függőviszonyát, függőviszonyait, azért, hogy a szabadságodat ne veszítsd el. Jó hallottad. A függőviszonyok felnőtt változata az, hogy felelősséget válasz. Ha látod a felelősségvállalásodat, akkor nem veszíted el a szabadságodat. Ha a függőviszonyt nem tudatosan alakítod, akkor elvész a felelősség, elvész a szabadság. Egyéb kérdés? Köszönöm a lehetőséget. Igazából két kérdésem lenne. Az egyik, az a szorongásommal kapcsolatos. Hogyan tudnám hatékonyabban kezelni, hogy ne legyen kiatással a mindennapi életemre? Leborulás, mantra, ülés. Azért kell a leborulás, mert egy komoly elakadás van, szorongás általában torokcsakrában egyéb helyen jelentkezik, és hogyha nem pörgeted meg az energiakört, akkor az ott is marad egy jó darabig. Ezt gondolattal nem fogod elmulasztani, sőt. Az éneklés azért kell, mert az már egy kicsit a tudatfolyamot megfelelő módon vegyíti, transzcendens élménnyel. Elmormoz egy mantrát 5-10 percig, már lazul az elmászorítás a saját testén. És az ülésben pedig meg lehet kérdezni, hogy mi ez, honnan jön. De ismétlem, a leborulás és a mantra nélkül nem fog menni, mint ahogy légkalapáccsal egy gránithegyet nem fogsz feldarabolni. Soha. Köszönöm. Második kérdésem is igazából hasonló ezek a beragadt ilyen önpusztító gondolatok, amik lóppan mennek a fejemben. Nagyon helyes, az önpusztító szándékot és tartalmat tessék a hordozójukra, ezekre a gondolatokra irányítani, és el fognak lobbanni. Ezt most nem pontosan értem. <laughs> Mondj egy példát! Mi az, ami önpusztítóként megy a fejedben? Hadd Például az, hogy nem vagyok elég jó sokszor, úgy érzem. Mondj még. Ez még csak önminősítés, nem önpusztítás. Tessék, egy kicsikét belemenni a mélybe. Hm? Sokszor ostorozom magam a hibáim miatt. Helyes. Ez a gondolat nem elég jó, hogy nem vagyok elég jó. Ez a gondolat hibás, hogy ostorozom magam a hibák miatt. Magamat látni kell, a hibákat javítani kell az ok és okozat bölcsességét se önkép, se mások véleménye ne írja fölül. Jó. Köszönöm szépen. Szívesen. Itt el Én úgy találkoztam veled és a zennel, hogy egy temetőben eltörtem a bokámat, de három fele. És wow. a, ugye? És a, tehát azóta ülök. És azóta ugye nem tudok helyesen ülni, csak úgy, hogy valahogy enge ahogy engedi. Azóta ősz igazán de helyesen. Azóta ülök helyesen. Igen. Bizony. És én azt vettem észre így jelként, hogy én szerintem én egy elég komoly kapcsolatfüggésbe keveredtem, és azóta keveredek ki belőle, de keveredek bele a zen kapcsolatfüggésbe, tehát ott szoktam ostromolni, hogy mikor jöhettek újra, és, és, azt leszem észre, hogy a kis praxis kialakult, amit, amit Áll, hogy alakuljon ki. Ezeket videókból hallottam, hogy kis praxisnak, kicsi praxis, mondjuk háromszor 30 perc, vagy kétszer 30 az perc. Ez már közepes, praxis, közepes hogyha praxis, ha otthon csinálod, persze. Igen. Igen. És azt szeretném kérdezni, hogy kocsiban mantrázni az ér? Csak akkor, ha látod a lámpát, ha észreveszed a táblát, hogyha a térben érzékeled a többi, járművezetőnek a mozdulatait, tehát hogyha a mantra tiszta tudatot szolgálja, és így csinálod, rendben van. Minden más használata tiltott, mert hogyha elveszi a szemed világát, és a füled hallását, és a tér érzékelését, mert rosszul használtad, akkor hibás, és azt nem szabad. Mondom a különbséget így egy hasonlattal, hogyha a felmosó a padló tisztítására használod, az ugye letisztul. Köszönjük szépen. Hogyha a tükör rongyot a tükör tisztítására használod, letisztul. Köszönjük szépen. De ha ugyanezt a rongyot ráteríted a tükörre, akkor az nem fog tükrözni. Uh -huh. És még egy ilyen technikai kérdést feltehetek? Fel. A nagy kérdésnél ki kérdez? Azt értem? Ez hogy... egy kis kérdés, hogy ki kérdez. Uh -huh. A mi ez, az a nagy kérdés. Amikor a kis kérdés eltűnik, és csak a nagy kérdés marad, az kell. Oké, tehát akkor ne törődjek vele, hogy kérdez. Láthatod a szemedet? Most? Uh -huh. Most nem. Hallhatod a füledet? Nem. Oké, értem. Megvan? Meg. Ja. Az volna a kérdésem, nekem az a munkám, hogy történeteket írok, meg grafikákat csinálok, és a történetek most már folyamatosan mennek a fejembe mindig és egyfolytában. Ez mennyire baj vagy? Hát ez megrendelő kérdése. Ha olyan történeteket rendelnek tőled, amelyeket nem szívesen futtatsz a fejedben, akkor ez szenvedés. Ha olyan történeteket írhatsz, amelyeket szívesen futtatsz a fejedben, akkor ez boldogság. Igazából az a fontos, hogy el tudsz zárni azt a csapót, ahonnan folyik mindez. És ez nem a nem tudom. gondolkodásnak a kapuja, hogyha ezen átlépsz, akkor kezedbe kerül az a csap, amivel a gondolkodást elindítod és elzárod. Nem tudom. Nagyon jó. Ne tud, sőt, még ennél is kevésbé tudjad, hogy ez a nem tudom, ez legyen egy kritikus tömeg. Tehát ezt a nem tudomot kell gyakorolni nagyon szorgalmasan, naponta akár háromszor harminc percig is, vagy még tovább. És amikor ez a nem tudom már elég erős, és a gondolkodás ennél gyengébb, akkor tudod a gondolatokat ki és bekapcsolni egy intuitív kapcsolóval. Szükség van rájön? Nincs rá szükség, elmegy. Köszönöm Szívesen milyen működési folyamat zajlik le abban az emberben, aki nem belső motivációból, hanem külső kényszer hatására kezd el változtatni rossz szokásain, és a külső kényszer az én vagyok. Engem az az ember érdekel, akinél a külső kényszer te vagy. A párkapcsolatomra gondolok. Hát ez nehezen jött ki, hallod. De mondhatnám, mondhatnék mást is. Ne mondjál mást, az Isten szerelmére. Maradjunk ennél a kitüntetett kapcsolatnál. Hát, hogyha a párkapcsolat nem veszi észre, hogy ő valójában a saját jól felfogott boldogságvezérelt érdekében kellene, hogy belül változzon, és mindezt még külső kényszernek éli meg, ott valami hiba van. Ott téged nem vett észre. És a hozzád fűződő szeretett kapcsolatot sem vette észre. Csak azt vette észre, hogy te milyen követelményekkel állsz elő. És ezért maradt ez külsődleges, ami egy párkapcsolatban elképesztően fájó. Mert pont a lényeg vészel. Nem az, hogy egymás ajtaján kopogunk, nem erről szól, vagy egymás asztalát verjük. Nem, végképp nem erről kéne szólnia, hanem az, hogy egy közös kohóban izzunk, mind a ketten, és egy ötvözetet fogunk alkotni a változásaink által. És ha ezt nem így fogja föl, akkor mondom, itt még belül a szívben valami nem nyílt ki. Nála? Is ne becsüld alá magadat, itt a női főnek fantasztikus lehetőségei vannak, amelyeket egyszer-egyszer nem használ ki. Köszönöm. Szívesen. Hogyan és mikor kapom meg a választ arra, hogy mi a dolgom? Mikor érik meg az alma a fán? Hát amikor megérett. Amikor az évszakok lehetővé teszik, hogy készen legyen az az alma. Sommásan fogalmazva, amikor eljön az ideje. Addig mit csinál az alma? Teszi a dolgát. És mi a dolga az almának a fán? Érjen. Hogy érik? Fokozatosan. Bizonyám, fürdik a fényben, fürdik az esőben, kapja a tápanyagot a fától, vigyáz a héjára, ugye? És növekszik úgy, ahogy az ő génkódja diktálja szépen, pirosra, sárgára, zöldre, aranyra, petyesre vagy simára, ilyen kis círmosra és gyönyörűséges alma lesz belőle, mert tudja, hogy ő kicsoda és mi a dolga. Ha nem tudod, hogy mi a dolgod, akkor valójában nem tudod, hogy ki vagy. Ha a szabó tudja, hogy ő szabó, akkor világos, hogy olló, tű, centi és varrógép lesz körülötte. Meg szabás minták. De ha a szabó nem tudja, hogy ő az, akkor hiába van ez a sok minden körülötte, nem fog hozzányúlni, mert úgy érzi, hogy ez nem az ő dolga. Tedd fel hát a kérdés nyugodtan, hogy mi a dolgom, akkor kiderül, hogy belül te ki vagy. Fordítva, ha kiderül, hogy ki vagy, megjelenik a dolgod is. A sofőr előbb-utóbb megtalálja az autóját. Ha sziklává szeretnék válni és uh, tudni, hogy tudom, akkor milyen rendszeres gyakorlás szükséges ehhez? Tehát mindenféle... Sziklává vagy szithává? Melyiket szeretnél? <laughs> Szikla. Tehát nem hogy, a szitha, Ő tudja. A sokkal érdekesebb. Sziklává válni, ez egy elég nagy szilikát tartalmú kérdés. Miért szeretnél te valamilyen kőformát fölvenni? Inkább arra átvitt értelemben gondolva, hogy a szikla is tudja, hogy mi a dolga, én is tudjam, hogy. A sziklánál nem merül föl, hogy tudja-e a dolgát vagy sem. Ő tudja. A sziklasága, a szikla tatvája, az változtathatatlan, mert hogyha változtatható lenne, akkor hirtelen ő nem lenne szikla, hanem mondjuk Szent János Bogár. Az ember többféle szerepet, személyiséget föl tud venni, lassan vagy gyorsan, most az mindegy. És eközben érezheti úgy, hogy elvesztette az emberségét, vagy mondjuk megtalálta. A szikla nem veszítheti el a sziklaságát, mert akkor megszűnne szikla lenni. De sajnos az ember elveszítheti úgy az emberségét, hogy látszólag még ember, de belül már nem az. Az átvitt értelem sziklányi súlyától így megszabadulva, tedd fel a kérdést közvetlenül, hasonlat nélkül. Hallgatlak. Milyen rendszeres gyakorlással válok olyanná, hogy tudom hogy tudom, és teszem is azt, amit... Napi 24 óra gyakorlat kell ahhoz, hogy ne akart tudni, hogy tudod, hanem csak tedd. Ennek van egy formális része reggel, fizikai fürdőszoba, nagyon könnyű, utána a mentális fürdőszoba, azt meg kell építeni belül. És ez a leborulás, éneklés, ülés rendszeres napi gyakorlata, de a nagy szervizállomásra való esetenkénti jövetellel, ugye, ez kicsit megkönnyíti a motivációt. Nem maradj egyedül a gyakorlatoddal, de ne is függ pusztán a csoporttól. Autonóm együttműködésen alapozódik ez az iskola, és én szerintem mind a kettőre szükség van, hogy tudj egyedül és tudj csoportban is gyakorolni, és akkor világos lesz az irány, merre kell menni, a feladat, mit kell végrehajtani, és közben figyelhet, hogy te kivé válsz. Ez egy nagyon jó folyamat. Köszönöm szívesen. Nekem egy meditációval kapcsolatos kérdésem volt ma hozzád, és mondtad, hogy tegyen föl itt a csoportba is. Az volt a kérdés, hogy amerre én eddig jártam legtöbb helyen meditálni, leginkább szívközpontú meditációk voltak, és hogy ez nagyon jó érzés, meg sok együttérzést hozott, de sokszor nagy érzelmi hullámzásokat és kimerülést is. És az volt a kérdésem, hogy a tantien központú meditáció nem fog-e érzéketlenné tenni ehhez képest? Hát, hogyha nem tűnök érzéketlennek a szemedben, akkor nem veszélyes a tantien meditáció, mert be kell vallanom, én hosszú távú hatásait viselem ennek a módszernek, és a helyzet az, hogy nem minősítvén más általam nem ismert irányzatokat, a szívcsakra központú meditáció rendkívül gyors és látványos eredményeket hoz, de nem juttat el a jelenségek gyökereig. Miért? mert rengeteg érzelem szabadul fel. Pillanatok alatt. Egy kis gondolatkéreg van rajta, alig tudtam a tudatküszöb alá gyömöszölni a kognitív gondolkodásommal érzelmeim hatalmas energiáját, és jön valaki, aki ezt a kaput kinyitja, megszünteti az elfolytást, és hurrá, már is érzem az érzelmeimet úgy, ahogy eddig nem. Ez, ahogy mondtad, lehet nagyon felszabadító és nagyon kimerítő egyszerre, de nem teremti meg az érzelmek fölötti uralmat. Tehát gondolkodással nem lehet az érzelmek fölött uralkodni, még gondolattal a gondolkodást sem lehet uralni csak ideig óráig. Érzelmekkel végképp nem lehet az érzelmeket uralni, mert körülbelül olyan, mint hogyha tüzelőanyaggal szeretnék tüzet oltani. Az nem megy. Viszont a tantien meditáció azért érdekes, mert itt az energia és az információ még differenciálatlan állapotban van, még nem vált valami vé. A tantien a legeredetibb és legteljesebb kapcsolatunk energetikailag az univerzummal. Ha fölfelé mozdul a tantienből, akkor a különböző csakrákban különböző differenciálódásnak, keletkezésnek van kitéve, tehát a hasnyálmirigyben bizonyos típusú érzelmekké válik, a szívcsakrában más típusú érzelmekké válik, a torokban beszéddé, a homlokcsakrában gondolkodássá, Tantientől lejjebb pedig eléggé világos, hogy fizikai differenciálódás következik be, nemzetszaporítás, KSH, születés, növekvés, halál, stb. Tehát amikor ezen kettősségek előtt szeretnéd tartani a tudatot, akkor az a tantien keresztül történik, és itt megköszönjük Taoista atyáinknak a mérhetetlen bölcsességét, mert emögött jó pár ezer év és jó pár ezer komoly könyv van. És a Taoisták nem voltak grafománok. Tehát alig írtak, az is nagyon tömören, szimbolikusan, úgyhogy gyakorlat nélkül azt ne értsd. Nem is fogjuk. Soha. Innentől kezdve a tantien az a jelenségek gyökere, a fának az a része, ahol a földben ott gyökeredzik. És nézd meg, akármilyen vihar jön, tördelheti az ágakat, szaggathatja a leveleket, kicsit meghajlítja, esetleg repeszti a törzset, de mindaddig, amíg a fát nem csavarja ki tövestül, az újra tud élni, az meg tud gyógyulni. De ha a fa kidől, legyen a többi része teljesen sértetlen, az meghal. Hát ha ebben a pillanatban te gyökeredzel szilárdan, világos jelenléttel, akkor eredeti tudatod úgy működik, mint a tiszta tér, mint a tiszta tükör. És ez a tantien praxis lényege. Ez a másik emberhez való tudati híd működése. ma azt mondta, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom külön válik. Ha elvágod, kiiktatod a gondolkodást, a te tudatod és az én tudatom egyé válik. Ezért is csináljuk a tanténpraxist. Egyébként megerősít, anélkül, hogy érzéket lenné tenne. Már egy páran érezhetitek, hogy úgy tolja ki az érzékelés frekvenciáját, hogy az erőd nem csökken, Egyéb iránt a tantien az akarat és intuíció középpontja is, pont azért, mint amit az előbb elmondtam, hogy a felső és az alsó csakráknak a forgalmát tudod csökkenteni, növelni, vezérelni, és ezért az intuitív működés elől az akadályok előbb-utóbb elhárulnak, de ehhez tényleg megfelelő mennyiségű és minőségű gyakorlat kell. Az merült fel bennem, hogy a szakmámat úgy porrá zúzta a zen, de nem baj. A zen ilyen zúzós. Zúzós. És porrá. Porrá. Hát mi történt? Hát az, hogy amit én csináltam eddig, az összes ilyen kognitív terápia. Ja, hogy azt? Azt. És az összes, tehát hogy én voltam Byron Kétinél Amerikában. Én tényleg megtanultam a tranzakcióanalízist Erik Börntől. Jungot, sok mindent, és tényleg nem működik. Tehát én most ebben a helyzetben, amikor leültem oda ezt csinálni kínomban, akkor azt kezdtem el érezni, hogy az elmúlt húsz év rájöttem, amikor mondtad, hogy ott a 90 meg a nulla fok között, nulla és 90 zenkör fokán szaladgáltam föl alá, de én ezt csinálom az emberekkel, és akkor most mi lesz? Egyelőre olyan becsületes vagy, hogy az szinte fáj. És ez nagyon jó. Viszont úgy kell látni a módszereket, ahogy vannak, a saját korlátai között. Tehát ne kérj olyat egy autótól, hogy hangsebesség fölött repüljön. Nem fog. Tehát ne gondold azt a nyugati pszichológiáról, hogy transzcendens tapasztalathoz fog téged vezetni, mert nem arra találták ki. Hát Jung is, ahogy a tibeti buddhizmussal foglalkozott és írja a naplójában, megállt egy bizonyos ponton, amikor úgy érezte, hogy személyiségét, nézetvilágát teljesen megváltoztatná az, amivel a mandalák, álmok és egyebek szintjén elkezdett ismerkedni. Tehát ő itt megállt. De megállt vele minden. Az összes bécsi iskola, minden, ami utána következett. Ha a kuanpráxisnak az ízét akarod egy picikét föllelni, akkor a gestáldban egy picit benne van. De teljesen másképp működik a szembenállás, az encounter egy terápiás környezetben, illetve a koninterjú szobában. És éppen ezért, hogyha látod a korlátokat, akkor felismered a határt, amint túl szeretnél menni. És éppen ezért szerintem a nyugati pszichológia tett le az asztalra, mert a nyugati embernek egyszer csak elkezdtem mutatni a tudattalan realitását. De azt, hogy hogy kezeld, azt nagyon kevéssé. Elkezdtem mutatni azt, hogy van valami, ami egy kicsit érzékszer fölött van. De a panteont nem nyitotta ki, mert nincs neki. Ha nincs panteonja, nem tudja kinyitni. Hogyha nézed a nyugati pszichológia én fogalmát, akkor nagyon-nagyon kevéssé van átfedés a keleti én fogalom és a nyugati között. Tehát pont ez az, ami a nyugatban nincs meg. Hatalmas könyvtárakat lehet módszerekkel megtölteni, de hogyha a nem azonosulás nem áll be, mint tapasztalat, újra fogja termelni a traumáját akármennyire is kirakta térképpen, irányjelzőkkel, koordinátákkal, világosan, rondjá, koptatott önismerettel, és még mindig ragaszkodik, mert az azonosulás nem számolódott föl. Még mindig poláris, mert a vélelmény alkotását nem zabolázta meg. Tehát pontosan az, amikor a gyökerét, a stabil pontot megtalálod, akkor az énség, mint abszolút eltűnik. És mihelyt az énség relativizálódik, és a személyiség egy épített személyiségnek, szinte a nulláról épített személyiségnek tűnik föl, akkor az egyén elkezdi visszanyerni önrendelkezését és akkor válik ismét teremtővé, de ezt a nyugattól ne várd, ezt nem fogja megadni. Nincs benne a kultúrában, nincs benne a szemléletben. Amíg a teremtő projektálva van oda föl három ábrahámita istenség alakjában, addig az ember a teljes rendelkezés, nem fogja elnyerni. Ne várj egy ilyet egy doktrinától, mert nincs benne a paraméterrendszerben. Utazzunk nyugodtan belül egy olyan helyre, ahol nincsenek így kettősségek. És a nem kettősség tapasztalata a nem azonosulás kulcsa, a nem azonosulás a végső gyógyulásnak a kritériuma, mert amíg azonosulsz a karmáddal, nem leszel teljesen egészséges, mert mindig a teremtő és a teremtett felcserélésén és keveredésén keresztül betegek leszünk, és megbetegítjük a környezetünket is. Ha a tükör teljesen üres, akkor lát az ember jól. Amíg a tükrön foltok vannak, alakok vannak, múlt, jelen, jövő, barázdái vannak, addig nem látunk jól, mert azt hisszük, hogy ezek mi vagyunk. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Itt vagyok három napja, részt vettem mind a három egynapos zengyakorlaton. Nem adagoltad túl ezt egy kicsikét? Jól érzed magad? Jól, igen. Nagyon jó, akkor jól csináltad. És ugye itt három nap alatt ugye változtak a szangatások, és hát ugye ebben nem megelőhozott, pontosabban tudtam, hogy bennem van, de ráláttam megint a karmámra, ami ugye kritika, egy kis intolerancia, ítélkezés és stb. és hogyha ez ugye a, a hétköznapokban is azért jelen van az életemben, ezt hogy lehet csökkenteni? Nagyon sokat kell buszozni. És hogyha már kimerítetted az összes buszmegállót, ahol emberek jönnek, mennek, és felszálltál a különböző számozású buszokra, Dávid felé integetve, ugye? Aki számozta őket akkor vonatra szállsz. És az ingázó, zónázó vonatokat javaslom, a Pest környéki járatokat, ahol nagyon gyakori a fluktuáció, és Rákospalota, Palota, Rákos rendező, Zugló, Kelenföld, Józsefváros, keleti, nyugati, majdnem déli. Nagyon sok utas jön és megy, és mindegyiket jól nézd meg. Hogy a jelenségek szintjén milyen elképesztően tudunk különbözni más a testünk, más a szemünk, más a hangunk, másképp járunk, másképp eszünk, az egy külön kurzus, amikor megnézed, hogy az emberek hogyan fogyasztanak bármilyen ételt vasút állomások közelében. Peronon, a kocsikban, ha szabad, akkor a buszokon, a vonatpótlóbuszokon, a metrópótlóbuszokon, a BKV buszokon, és a volán járatain egyaránt. És ekkor ekkora tolerancia küszöböd olyan mértékben megerősödik és felemelkedik, és olyan együttérzés fog el. Hogy az emberi jelenség önmagában óriási tanító, de kell egy nagyon komoly háttér, hogy ezt téged ne borítson be, ne szabjon be, ne legyél éppen akkor megváltó és pusztító egyszerre, kettő közt a csodát akarod tenni. Nagyon komoly tréning. Csak figyeld embertársaidat, és közben figyeld magadat, hogy mi történik belül. Ebben az életben minden benne van, ami kell. Csak lehet, hogy eddig nem vetted észre. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy mind a három napot elvállaltad. Van tovább is. Tehát van tíznapos, van három hónapos, a három hónapban részidős részvétel, az egyhetes, a kéthetes, a háromhetes, a szögletes csokoládé, a kerek csokoládé, a tejcsokoládé, csokoládé, az éj csokoládé, a narancsal töltött csokoládé, a sós csokoládé, és a három hónapos teljes csokoládé. És ez nagyon-nagyon jó ízű, bizony. Köszönöm szépen. Szívesen. Elmítetted a nélizmust. Én nem említettem semmit. Látod? Na ez a nihilizmus. Folytasd tovább. Azt olvastam, hogy mindenki egy ideológiát követ, csak még nem tudja, hogy azt követi. Hogyan tudjuk azt elkerülni, hogy ezt a nihilizmust kövessük? Ezen sor íróját hívd meg egy teára, és kérdezd meg, hogy miből gondolta ezt. Ő milyen ideológiát követett, amikor leírta ezt? Egyébként jó hírem van, a kék ég, a zöld lombú fa, a sáros út semmilyen ideológiát nem követ. Erre az ember is képes, csak le kéne takarítani az agykérgéből azt a sok hülyeséget, amivel azonosul. És akkor egyszerűen, tisztán lát, hal, szagol, tapint, érint, viszonyul, dolgozik, él és hal. És ez lehetséges. Nem vagyunk ideológia függőek, csak ha úgy akarjuk. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan válasszunk mantrát? Szerintem hagyd, hogy a mantra kiválasszon téged. Lazíts, lélegez, énekelj, zárójel hangosan. És ha a mantra kiválaszt téged, akkor ilyen dallamtapadás formájában köszön és kopogtat a lélek ajtaján, és azt mondja, legyél szíves engem recitálni, mert ez neked jó. Na, akkor eljössz a tanítóhoz, hogy valójában mi volt az, mert nagyon gyakran nem értjük, csak kopogtat a szöveg és a dallam, és hogy elkezdünk vele táncolni. Megkérdezhetnék egyet, valami szállingózik a fejembe ki. Drága kibe. lesz, én már mondom, nem mondja. Jelente valamit, nem tudom, az, hogy mahászál. -szá. Mahászál, ugye? És a Kvanszeumból száll mahászál, vagy Desergyiból száll mahászál, a nagyszerű bót hiszatva. És hogyha elítesszük a Kvanszeumból bószált, akkor együttérzés, amely szerintem neked is, és másnak is, nagyon jó mantra. Csak van szeum bószál maha ez szépen mehet belül. Köszönöm. Szívesen. Hogyan lehet legkevesebb fájdalommal lezárni egy olyan párkapcsolatot, ahol mind a két fel szereti egymást, viszont az ellentétes életmód, életrendés értékek miatt nem működik? Meg kell hajolni a szeretet, a fájdalom és az ellentétes értékrendés életmód előtt egyaránt. És utána három lépést tenni hátra, ő balra, te jobbra. Miért van az, hogy valaki tudja, hogy mit kellene csinálni, de mégsem csinálja? Mert összetéveszi a tudást a cselekvéssel. Ilyenkor elvinném ezt az illetőt egy étterembe, és olvastatnám vele az étlapot hosszú órákig, és nem hagynám, hogy rendeljen. Csak akkor fölébred. Nem lenne olyan jó. De! nagyon-nagyon rövid úton és kis kínlódással hatalmas realizáció lenne az eredménye. Hogy a gondolatot nem lehet a cselekvés helyére behelyettesíteni. És a beszédből sohasem lesz cselekedet. Rendben, köszi. Szívesen. Van egy rossz szokásom, amitől szeretnék megszabadulni, és ez a szokásom, ez szenvedést okoz nekem. Nagyon régóta próbálom már levetkőzni, egészen gyerekkoromtól fogva velem van, és nem tudom, hogy hogy tudnám ezt megoldani. Amíg nem mondod, hogy mi az, addig én sem fogom tudni. Kések. Késsel? Egészen gyerekkoromtól fogva, igen. Mi az idő? Változó. Mondom, mi az idő? Ha nem tudod, mi az idő, sosem leszel pontos. Mert azt hiszed, hogy nincs. Akik Folyamatosan notóriusan késnek, azok egy olyan belső órát üzemeltetnek, amely másképp működik, mint az univerzumnak az egyébként szemételen és számlaptalan órája. Tehát neked akármilyen véleményed van a napról, az akkor is 24 órából fog állni. Akármit gondolsz a Föld keringéséről, az egy év alatt 365,1 napot fog megtenni a nap körül, halasítod hanem mentálisan. Az idő, az a mulandóságnak a percegése az agyban. És hogyha a mulandossággal nem vagy tisztában, akkor az idővel sem fogsz jól bánni. Tehát az, hogy égünk a mulandóság tüzében, az az egyéni ösztökélés arra, hogy te legyél pontos, mert hogyha lekéssel valamit, az soha többet nem jön vissza. Igen, felszállsz egy másik vonatra. De az előző óra ast, azt lekésted. És végül az idő tisztelettel az a másik ember tisztelete. Tehát nagyon nagymértékű rejtett, és már nagyrészt szándéktalan arrogancia van a mögött, hogy én kések holott tudom, hogy hányra kéne ott lennem, tudom, hogy ott lehetek, de mégis elterelem a figyelmemet mással, hogy a pótcselekvések nyomán én kések, mert tudom, hogy megváradhatom, mert tudom, hogy bánhatok az idejével, és tudom, hogy elpazarolhatom az idejét, mert úgyis megvár. Ez alapvető tiszteletlenség, és valami olyasmi, hogy ha mások idejét pazarlom, előbb-utóbb az enyémet is elpazarolja valaki. Az idő a legértékesebben, nem tudod, hogy mennyi van belőle. És hogyha meditálsz, akkor ezek a korábbi karmák, ezek el tudnak porladni. Visszatérsz a napi renden és az együttműködésen keresztül olyan szinkronba, hogy a belső órád és a külső órád, az pontosan ugyanúgy ketyeg. És mi történik? Akkor megérzed, hogy idő van, és csinálni kell valamit, nem is kell figyelmeztetni téged senkinek. És én kívánom azt, hogy ez a hogy mindenkinek meg legyen, mert teljesen sosem megy együtt a belső óra és a külső óra. És ekkor tévedünk. És ez a tévedés az életünkbe kerül szó szerint, és néha másokét is magunkkal visszük. Tehát az idő tisztelete az ember tisztelete. A másik ember, embercsoport tisztelete, és végső soron a magamé, mert ezáltal a múlandóságot meg tudom haladni. Egyébként mindig a késésem álmában vagyok, vagy abban az álomvilágban, amely a késés oka ki kell kerülni ebből az álomvilágból ahhoz, hogy együtt tudjunk lenni ebben a pillanatban, hogy mi és a világ egyé tudjunk válni. Ez csak a pillanat tudja hozni, és ha lekéstem ezt a pillanatot, akkor mindig valahol szaladgálok, de nem vagyok itt. Jó? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Először csak egy kérdés volt, aztán így a késés kapcsán rögtön született kettő. Van egy nyolc éves kisfiam, nem 100%-ban tudom őt a telefonról leszoktatni. Érzek benne egy iszonyat feszültséget, túlságosan rápörög a telefonban lévő dolgokra, tehát a játéknak a veszteségére. És esténként, amikor eljutunk odáig, hogy ne aludni kell, akkor meditációval, irányított meditációval altattam igazából. Olyan gyógyító meditációt hallgattunk, ami azt éreztem, hogy, hogy le tudja rakni azokat a napi feszültségeit, ami benne keletkezett. Most, hogy megtanultam, hogy a zen milyen formában meditál, ezt hogy tudom a kisfiam felé is ö, megtanítani, vagy vagy őnek is. Egy nyolc évesnek ez még korai formát nem fogja tűrni, vagy csak érted végzi egy picit, aztán elrohan és csinál mást. Nagyon jó, hogyha a telefonfüggést felhasználod, például gyógyító meditációkra. A vezetett meditációnak egy olyan speciális formáját javaslom, amely mindig ezzel a félmondattal kezdődik. Kisfiam, most ez van. Bekötjük a cipőnket. Kisfiam, most ez van. Felveszük az iskolatáskát. Kisfiam, most ez van, hogy kilépünk az ajtón, és akkor a te szinkron szépen elkezdi kondicionálni a gyereket, nem megy rögtön, nem megy könnyen, nem láttam másképp működni. Tehát ki kell szedni a gyereket az álomvilágból úgy, hogy közben a szeretet kapcsolat megmarad, és elkezd együtt működni a szülővel. És itt van egy nagyon komoly egyenlet. Ha benned jó ketyeg az óra, előbb-utóbb a gyerekben is jól fog ketyegni az óra. Én láttam olyan 9-10 éves lányokat követni, a szülőpárt, hogy erőltetés nélkül pucparádéba vágva időben ott volt a kocsinál, és is mentek iskolába. De ha nem, az azért nem, mert a szülőben nem ketyeg jól az óra, és a gyerek rútó kihasználja is ösztönösen. Mert tudja, hogy ott a játék lehetőség, ott a rés, bemegy, és elkezdi a játszmát azért, hogy te komolyodjál, hogy te szülő legyél, hogy téged ráneveljen a gyerek arra, hogy szülőnek lenni micsoda. Gyönyörű. Még haragudni se lehet rájuk, mert tiszta szeretetből ösztönösen és tudattalanul csinálják. De néha bele tud szakadni. Tehát olyan önfegyelem kell, ami a szeretet kapcsolatnak nem megy a rovásra, de sziklaszilárd, és közben olyan lágy, mint van Bószának a fájtla. Érted? Olyan együttérző, hogy kenyire lehet kenni, mint az olvasztott vajat, de olyan szilárd, mint egy nemes acélszerkezet. Tehát a kettőt együtt, és azért viseld el a paradoxont, mert tényleg a középút egyébként nem érthető és nem művelhető. Köszönöm. Szívesen. Én mindig kerestem az utamat, és van egy dolog, amit nem tudtam helyre rakni az életemben, gondolati részem. Még pedig volt egy időszak akkor, amikor én nagyon a keresztény vallásban kerestem a a megoldást a problémáimra. És ott olyan hitrendszerek rakódtak rám, ami a mai napig feljön nagyon gyakran, és szó szerint félek attól, hogy jó úton járok-e. Ez pedig ugye konkrétan az volt, hogy azt mondta a keresztény vallás, hogy csak az, az ezen a valláson keresztül lehet üdvözülni, illetve Jézus Krisztus által kapunk csak megváltást. És ezt még a mai napig elég gyakran tapasztalom, hogy Feljön a lelkemben egy félelem, hogy most én jó úton vagyok-e vagy nem. Mert jó. annyira erősen belém égették. Vissza kell menni Ábrahámhoz. Mert még két komoly monoteista vallás van, a zsidó és az iszlám, amely nagyon hasonlóan fogalmaz. És hogyha bármelyiknek igaza lenne, akkor legalább kettő pokolba megyünk az egymennyország helyett. Ha pedig egyiket sem követed, akkor az a tényleg negatív szaldó, hogy három pokolba is. Ugye? Tehát ilyenkor a racionális értelem az kattan. Tedd félre az egészet úgy, ahogy van, és hogyha nem mennyországban és pokolban gondolkodsz, akkor előbb-utóbb a tudat megnyugszik, és azt látja, ami itt és most van. Ezt a helyzetet, ezt a kapcsolatot és ezt a teendőt. De ha nem vetíted rá a különböző teológiai árnyékokat, legyen az az ábrahámita vallások bármelyike, hogy a hindu politeizmusnak egy ilyen nagyon-nagyon szűrt változata, hogy te hány mahakalpán keresztül fogsz senyvedni a szamszádikus körforgásban, az is egy nagyon jó dolog Ott is van ám pokol, T-6, tehát a hat keletkezett világ legalsóbbika. Igen, csak a hozzáállás az nagyon nem mindegy, mondjuk a teremtettségét belátni. Tehát ott azért van a moksa a felébredés felé, egy nagyon keskeny és kanyargós út. Itt nyugaton ezt a lehetőséget, ha hagyod, akkor a teológia elveszi. Akármelyik monoteista vallásra gondolsz, ott csak külső forrásból kaphatsz meg bármi lényegeset. Vissza kell menni tehát Ábrahámig. Addig, hogy ez még nincs. Milyen volt a Föld akkor, amikor még ezeket mi nem hittük? Akkor is esett az eső, sütött a nap, zöldek voltak a fák, és éltek az emberek. Hát milyen volt a világképe annak, aki mondjuk Krisztus előtt olyan 600-700-ban élt, nem volt Buddha, még nem volt Tse, nem volt Konfuciusz, Jézus sem, Mohamed aztán tényleg nem. Tehát akkor hogyan volt ez? És lehetett akkor is gyönyörűséges ép elmével élni, talán még könnyebben is, mint most. Menj vissza nyugodtan az ilyesféle kialakulások elé, de ez csak a történelmi. A múlt önmagában nem megoldás, ez egy módszertan. De a gondolatvilágodban menj vissza a dualitások kialakulása elé, hogy milyen az a tudat, ahol még nincs Isten, és ördög. Mennyország és pokol. Így belül létrehozva, elkülönítve, kikristályosítva, hogy aztán azokat szembefordítva te szenvedjél és szenvedtessél. Na, ez a gondolkodás előtti vagy dualitás előtti tudat, ez a zen. A gyána, a csanna, az elmélyülés, az egyévvállás, a megtisztulás, a megigazulás nagyon sok jelentése van, de mind ide hoz vissza az ilyesféle mesterséges, szembeállított, polarizált világok elé. Hogy végre természetesen, nyugodtan, együttműködve, tisztánlátva tudjunk élni. Ezt mind lehet. Csak félre kell tenni ezeket a beégéseket, és megvizsgálni a forrásukat, és elérni a nem azonosulás gyönyörűséges állapotát. Ezt mind lehet. Az úton lehet járni. Jó? Szívesen. A gyakorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy tegnap beszéltünk róla, hogy eddig a szatipattánát gyakoroltam, viszont én is itt vagyok három napja. Már három napja? Már, igen, és, és nagyon intenzívnek érzem. Az is. És a ez kérdést gyakoroltam, amióta itt vagyok, és nagyon nehezen megy. És, Mibe akad bele? Tehát ha menne, de nehezen akkor beleakad valamibe. Mi az? Hát a gondolataimba akad bele. <hih> Igen, és el. még, mert most lesz izgi, utána a gondolatok után még mibe akad bele? A szívembe? Én? Én szívembe. Abba. <hih> az érzelmeinkbe, az én képzetünkbe, a gondolatainkba, a múltunkba, a jelenbe, a jövőbe, a szögletes karmába, a kerek karmába. Így, ez így, igen, így. Így, ahogy mondom. Igen. tehát igen, a kérdésem az az ezzel kapcsolatban, hogy én azt érzem, hogy ez egy akadály. Igen, nagyon jól érzed. Jó. Tehát hogyan további gyakorlás? Úgyhogy nem állunk meg az akadálynál. Persze. Azt tesszük, hogy az akadályokon túllendülünk, mint az okos kapitány, aki megvárja a dagályt, az energiaszint növekedését, és rálátással szépen a zátonyok fölött elkormányozza a hajót. De hogyha alacsony energiaszinten gondolatot gondolattal ütköztetve, érzelmet érzelemmel kiégetve szeretnénk valamit elérni, akkor a hajónk, a meggyőződésünk és praxisunk hajója úgy zátonyra fut, és a kétségeknek a szikláin darabokra fog menni. Nem gyűjtöttünk elég energiát ahhoz, hogy rálássunk a karmánkra. Ezért kell a tantien praxis, a nem tudom, a nem gondolkodó, nem dualizáló tudat, hogy ez az energia nőjön, hogy a dagály meg legyen, és ne csattintsuk szét állandó jelleggel apró pici nullákra és egyre azt, amely az előtt ér igazán valamit. Azt szeretném kérdezni, hogy a kundalini joga gyakorlásával a zen gyakorlás az hogyan fér össze, vagy összeférre, vagy lehet-e egyszerre gyakorolni? Na, őt. egyszerre biztos nem. A kundalini jóga egy szigorúan gurú vádat, tehát tanító nélkül és folyamatos asszisztencia nélkül nem javallott. Hogyha az is szeretné gyakorolni, akkor annak egy külön idősáv, külön életszakasz, és amikor a kundalinit, ha szeretnéd, akkor szigorúan tanítóval külön életszakasz, külön életritmus. Köszönöm, szívesen. Hát ehhez a kérdéshez csatlakoznék, ez a mi ez kérdés, és a tantiennek a fókusza. Tehát férfi létemre én nem tudok egyszerre kettő dologra koncentrálni. Tehát most a tantienre fókuszáljak, és mellette a kérdést is tegyem. Nem rajta tedd. tehát a nem legyen a kérdésed, miközben a lélegzeted is ott van. Próbáljuk ki egy teljesen egyszerű módszerrel. Orron ki, orron belé lélegezz, Ez megvan? Igen. Na most a bal kezeddel, amelyel nem tartod a mikrofont, érintsd meg az orrodat. A kettőt egyszerre meg tudtad csinálni? Figyeled a kezedet és a lélegzeted együtt? Látod, hogy megy? És akkor leviszem ide, és közben ide kérdezek is. Pontosan. Bizony. Ez még lesz benne melóda. Köszönöm hogyha kiveszed az elméletalkotó stratégiai gondolkodást, amely modell értékűen rendszerében le akarja képezni mindazt, amit csinál, megkönnyíted a saját dolgodat. Köszönöm. Szívesen. Nekem gyerekneveléssel kapcsolatos kérdésem lenne, nekem három kisgyerekem van. És hát gratulálok, komoly köszönöm. vállalás, igen. Nagyon sokáig úgy éreztem, hogy egyszerűen ebbe a szolgálatba én elvesztem. Apuka és... hol van a képben? Ő is van, mm. <laughs> és, és együtt éltek. És együtt, és hát, Hála legyen. És ő is elvész, majdnem? Ő a munkájában, de nyilván ő a családír dolgozik. Ez biztos. Hát, hogy igen, valamilyen szinten ő is. Mióta elkezdtem meditálni, ez sokkal jobban működik, de még mindig nagy kérdés nekem, hogy anyaként ez a szolgálat, ez, tehát hol vannak az én határaim, és hol vannak az övék, hol vannak a amikor az ő érdekeiket kell szem előtt tartanom, hol, amikor a sajátomat? Nekem ez a kérdésem, hogy ezt hogy tudom? Én szerintem itt a zen alapszemléletmódja sokat segíthet. Ez pedig az, hogy hogyan érjük el, mint család a felébredést, és hogyan segítünk egymásnak és családon kívülieknek egyaránt. Hogyha belül azt érzed, hogy három kisbút hát akkor haladsz az úton. Ha úgy érzed, hogy három kisördöggel vert meg téged a sors, akkor valamit nem látsz. A belső gyermek és a külső gyermek mindig találkozik, ezért érzünk ilyen hatalmas örömöt, amikor gyermekekkel vagyunk, és rendezett a helyzet, és nem kell éppen valami katasztrófát elhárítani, vagy gondot enyhíteni. Itt nem az érdekekről van szó, az már egy sokadik származék, sokadik teremtett réteg. Arról szól, hogy a lelkek, akik egymáshoz születtek, hogyan járják az utat. Hogyan maradnak, szeretett kapcsolatban úgy, hogy néha elképesztő helyzeteket kell leküzdeni, dilemmákat megoldani. Tehát a közös lelkiségre, a család közös étoszára szeretném visszavinni a hangsúlyt, és abból következik a válasz minden olyan részletre, amelyet kérdezte. És ez valamilyen közös szellemiség nélkül nem megy. A hitrendszerből lesz az értékrend, és az értékrendből lesz az életrend. És vannak olyan családok, ahol ezt nagyon jól csinálják. Tehát világos az életrend, van mögötte értékrend, és felelhető a hitrendszernek is ugye a kontúrja. Az a jó, hogyha ez nyilvánvalóvá válik és erősödik. A gyermekek megszületnek, kölcsönös tanulás, nevelés van oda-vissza, de az anya mindig az anya marad, a gyerek meg mindig a gyerek még akkor is, ha már felnőtt. Felnőttként van egy gyereked. Tehát engedni kell őket kirepülni, úgy, hogy bemutatod az irányt, hogy kisfiam, kislányom, arra érdemes repülni, mert ott van a kék ég és nem betonfalnak érdemes repülni, vagy bele a tűzbe, vagy a föld vagy a kátrányba. Oda nem érdemes repülni. Ha ezt megadtad neki, hurá, elvégezted a feladatodat. És akkor repüljön. Ha jól csináltad, hálával visszatér, visszaszáll a fészekre, és még hozz valamit a kis csőrébe. Azt is. Ha rosszul csináld, akkor vagy korán lököd ki a fészekből, ez Magyarországon nem jellemző, sokkal inkább jellemző a Mama Hotel, hogy megkötjük a gyereket, elképesztően okosan és ügyesen, és benragad, és nem tud fölnőni, és hivatkozunk arra, hogy ez drága, az lehetetlen, az nincs, lehetőségek, stb. Bíz benne, hogy megteremti. Ha megadtad neki azt, amire szüksége van, akkor megteremti. Ez nem azt jelenti, hogy mindent megtettél érte, amit akartál, csak azt, amit lehetett. még négyen voltak testvérek. 30 években születtek, múlt század. Nagyapám géplakatos volt. Dízelmotor karbantartói küzdötte föl magát, és egész életében azt csinálta, és azt mondta, fiaim, vagyont nem adhatok nektek, de felnevellek titeket, és tanítatlak titeket. És ezt megcsinálta. A négyből három egyetemet végzett, az első csak azért nem, mert a családot kellett föntartani. Úgyhogy mi a legfontosabb? A legfontosabbat kell megadni a gyereknek, és ez az ön és a világ ismerete. És minél jobban ismeri magát és a világot, annál magasabb szinten kezdi el a harcot az életben. És adhatsz neki minden egyebet, vagyont, hatalmat, összeköttetéseket, ha nincs önismerete, más ismerete, érzelmi és értelmi intelligenciája, tettereje, tiszta beszéde, akkor alul fog maradni. A legfontosabb harcait el fogja veszíteni, és minden, amit örökölt, ott lesz a kockázati tőkében, hogy most meg tudja tartani, vagy sem. elnyeri -e önállóságát, vagy sem. Járja az útját, vagy pedig mindig a szülők álmát óhatja beteljesíteni, vagy tagadni? Nézd meg, hogy valójában mi kell a gyereknek, és azt add meg, mert az csak tőled jöhet. És akkor úgy járja az útját, hogy megköszöni. Ha csak dolgokat kapott, ha csak neveket, formákat, tárgyakat kapott, ha csak érzeteket kapott, de látást nem kapott, akkor nem adtad meg azt, amit csak te, a szülő adhatsz neki. És akkor az az alap, hogy elidegenedik. A középső az, hogy föllázad, a harmadik, hogy elhagy, a negyedik, hogy ellened megy. És erre nem kell, hogy sor kerüljön. Én kívánom azt, hogy mindannyian járjunk az úton. Mindannyian ébredjünk föl annyira, amennyire erőfeszítésünkből telik. Lássuk meg egyéni, páros, család és csoportos karmánkat. Miért születtünk egymáshoz, mint család. Miért választjuk a párunkat úgy, ahogy, és milyen társadalomban élünk? Hogyha járjuk az utat, akkor helyesebb látással, felébredettebb tudattal, a szükségtelen szenvedéstől megóvhatjuk egymást és magunkat. Ehhez kívánok mindenkinek szilárd elhatározást, erőt, egészséget, és jó sok közös gyakorlatot. Köszönöm a figyelmet.